Öné a szó. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Az elmúlt években hatalmas változások történtek a világban. Már egyértelművé vált, hogy az előttünk álló évtized a veszélyek korát hozza el számunkra. Egyszerre lesz jelen életünkben járvány, népvándorlás, fegyveres konfliktus, energiaválság. Az április 3-ai választáson a magyar emberek világos döntést hoztak arról, hogy elvárják, hogy a veszélyekkel szemben megvédjük Magyarországot. A magyarok megüzenték, hogy a legfontosabb feladat, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és ne fogadjon el olyan gazdasági intézkedéseket, amelyek tönkretennék a magyar gazdaságot. Tisztelt ház, a 2023-as költségvetéssel is az eddig elért eredményeket védjük, gondoskodunk a rezsicsökkentés védelméről, az ország és a magyar családok biztonságáról, és növekedési pályán tartjuk a magyar gazdaságot. Ennek érdekében hozzuk létre a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot, amelyeknek forrásait az extra profit különadók fogják biztosítani. A háborús helyzetben az infláció, az áremelkedések és az emelkedő kamatok ugyanis igazságtalan extra profithoz juttatnak számos nagyvállalatot és bankokat. Akik a háborús helyzetben és a kibontakozó energiaválságban haszonra, profitra tesznek szert, azoktól elvárjuk, hogy segítsék a magyar embereket és járuljanak hozzá az ország védelmi költségeihez. Háborús helyzet van, ennek az árát pedig nem fizethetik meg a magyar családok. A nagy cégeknek többet kell vállalniuk a közös teherből, mint szoktak. A különadók bevezetése mellett nagyon fontos, hogy a kormány folyamatosan kísérje figyelemmel a piaci folyamatokat, és tegyen meg mindent azért, hogy megakadályozza az extra profit adók továbbhárítását a lakosságra. Egyes légitársaságok például már is felháborító módon támadják az extra profit adót. Az ír fapados társasága Ryanair szerint több mint ostobaság a magyar kormány ötlete a légitársaságokra kivetett extra profit adóról, és egy az egyben megemelték a jegyárakat a kormány által kirót különadó mértékével. Különösen visszás, hogy egyes hírek szerint a már korábban eladott jegyekre vonatkozóan is alkalmazni akarja a cég az áremelést. A nagy cégek, a nyereséges extra profitot termelő cégek nem először csinálják azt, hogyha Magyarországon keletkezett többletbevételük után további közteherviselésben kell részt venniük, akkor fogják magukat és ráterhelik azt az ügyfeleikre. Nem meglepő, ezt csinálták régen egyes pénzügyi szolgáltatók is. Ez morálisan elfogadhatatlan, hogy jogilag az-e, az pedig egy fogyasztóvédelmi kérdés. Ezért üdvözöljük, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter úr fogyasztóvédelmi vizsgálat elrendelését indítványozta. Fontos, hogy a kormányhivatal illetékes szervei a fogyasztóvédelmi jogkörüknél fogva alaposan vizsgálják meg az ügyet. Minden egyes áthárítási kísérletet alaposan ki kell vizsgálni, az esetleges káros gyakorlattal szemben szigorúan fel kell lépni. Tisztelt ház! A háború, az energiaválság és a kockázatos brüsszeli politika veszélyezteti a háztartások rezsiköltségeit, az olcsó és biztonságos energiaellátást. A rezsicsökkentésnek köszönhetően jelenleg a magyar családok fizetik a legkedvezőbb rezsidíjakat az Európai Unióban. Az a cél, hogy továbbra is fenntartsuk a rezsicsökkentést a magyar lakosság számára, ezért továbbra is mindent meg fogunk tenni, még akkor is, ha a baloldalra továbbra sem számíthatunk ebben a harcban sem. Ha Gyurcsányékon múlna, már minden sokkal drágább lenne, mert a baloldal mostanra már eltörölte volna a rezsicsökkentést, a benzinástroppot és az élelmiszerástroppot is. A baloldal politikájával az áramára a jelenlegi több mint háromszorosára, a földgáz ára 5,5-szeresére, a benzinára 800 forintra emelkedne, és mindez brutálisan emelné az élelmiszerárakat is. A baloldal mindig csak megsarcolta a magyar embereket, mindig csak elvettek tőlük. A baloldal most sem áll az emberek és a rezsicsökkentés mellé, hanem a bankokat és a multikat védi. Láthatjuk, hogy sajnos a baloldalra továbbra sem lehet számítani semmiben. Ezzel szemben a Fidesz frakció a most megalakult 5. Orbán kormányt is teljes erejével támogatja a családok megvédésében, a rezsicsökkentés fenntartásában, az ország békéjének és biztonságának megőrzésében. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselő úrnak imént elhangzott napi rendelőti felszólalására a kormány nevében Fónagy János államtitkár úr, miniszterhelyettes válaszol. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr. Valóban egy több éves járvány után egy elhúzódó háborús helyzetben vagyunk, rendkívüli időket élünk. Ráadásul a háború kitörése előtt már elkezdődött egy energiaválság, amely tovább fokozta a nehézségeket. Mindennek a tetejében az Európai Unió megítélésünk szerint elhibázott szankciós politikája a helyzetet csak tovább súlyosbította. Mi négy alapvető dolgot vállaltunk, megvédjük a munkahelyeket, megvédjük a családokat, megvédjük a nyugdíjakat, és megvédjük a mindezt megalapozó rezsicsökkentést. A célok tehát világosak, eldöntöttek, ezeknek a megvalósítása érdekében kell minden esetben, akár rendkívüli körülmények között is lépnünk. Ezek a rendkívüli körülmények tették azt a helyzetet, idézték elő, hogy vannak olyan szektorok, amelynek nyeresége az energiaválság és a háborús helyzet okán kialakult gazdasági környezetben jelentősen megugrott úgy, hogy ezek a cégek semmilyen többletteljesítményt, de semmilyen többletköltséget nem vállaltak. Egyszerűen a szituáció az előállt helyzet következtében jelentős, számukra is váratlan extra profit keletkezett. Ez az előre nem tervezett extra profit számos szektorban előfordult. Mi az előzetes vizsgálatok során 8 főbb csoportot emeltünk ki, ilyen a bankok, a biztosítók, a nagykereskedelmi, a nagyhálózattal rendelkező kiskereskedelmi cégek, telekommunikációs vállalatok, gyógyszerforgalmazók és az ön által is említett légitársaságok. Kormány szándéka, hogy a gazdaság növekedésének veszélyeztetése nélkül azokat az ágazatokat adóztassa meg, ahol a háború és az energiaválság következtében, mint említettük, extra profit keletkezett. A minden ágazatnak megvan a maga szakmai alapja, a bankoknál egyebek mellett például az, hogy a bankoknál lévő bemutatószóra betéteknek a gyakorlatilag minimális 0,3-0,5%-os kamata mellett ezek a bankok abban a pillanatban 6,5-7%-os állampapírba, tehát az államnál helyezik meg fel a pénzüket. Hogyha ebből leszámítjuk a bankoknak a természetes költségeit, akkor is egy olyan jelentős többlet eredményre tettek szert, amelyekért semmilyen többlet feladatot nem kellett vállalni. Ilyen a biztosítóknál a várható növekmény kereskedem, ilyen a többi cég az energiaszektornál, például a kétfajta olajfél, akár a Brent adó és az Ural, a Brent olaj és a Ural olaj közötti árkülönbség, és ennek a feldolgozása során keletkezett jelentős feldolgozói és kereskedelmi haszon. A légitársaságok esetében olyan adót vezettünk be, amely számos országban már évek óta alkalmazott. Ilyen működik Németországban, Svédországban, Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában, vagy akár Olaszországban is. Mi viszont korábban nem vetettünk ki ezekre a társaságokra ilyen adót, mert úgy gondoltuk, hogy a járványhelyzet miatt akkor jelentősen visszaesett forgalmuknál ez nem lett volna méltányos. Most viszont a járványhelyzet megszűnésével a forgalom jelentős növekedésére lehet számítani, amely egyébként örvendetes módon be is következett. A kormány minden érintettet arra kér, hogy tartsa be a szabályokat, felelősségteljesen, jogkövető módon járjon el. A kormány köszönetet mond minden olyan vállalatnak,
amely tudomásul veszi a társadalomra nehezedő többletterheket, és részt vállal ezeknek a terheknek a fedezetéből. Sajnos van olyan cég, amely fittyethány ezekre, és egy megkérdőjelezhető jegyárusítási gyakorlatot folytat. Ezt a kormány elfogadhatatlannak tartja, és a leghatározottabban elutasítja például a Ryanairnek a extra profit különadó utazókra történő áthárításának a gyakorlatát. Ezért kezdeményeztünk a kormányhivatalnál eljárást, és várjuk a kormányhivatal eljárásának a lefolytatását és befejezését. Köszönöm a figyelmüket!